Ma reggel megkérdezte a barátom, hogy Moha, hogy bírja ezt a meleget. Lévén, hogy kint van, vagy 45 fok árnyékban. És hát így. 3 nap után leküzdötte azon averzióit, hogy lévén, hogy ő egy himalájai hegyi kutya, mi a lófaszt keres itt a kotorékebb szerepébe, lenne egy pincébe. De itt a talaj, ez körülbelül 18-20 fokos lehet. Van itt minden ebben az ingatlanban már, csak éppen a hőmérőim nem kerültek ki. Nagyon kellemes hűvös a talaj, mint látjuk. Köszöni szépen, jól van. Mindösszesen a legyek zavarják néha. Igen, egy már egy dünnyög is. A másik, amíg itt készül, illetve készülne, hogyha nem vennék példát róla, hogy suspended duty, azaz felfüggesztett kötelesség, őrizze a nyavaja a házat, de úgy sincs kint biciklista és egyéb ilyen erre járó menő kétlábú forgalom. Igaz, Moha fiam, akit meg kell ugatni, meg kell hercsegni és fontoskodni kell. Majd a hűvösebb lesz este fele. És ilyenek. Készül az új támfa, mert a régi az ilyen speciálisan jól falazott, nézd, le se tudom most venni. Na, demo defektus. Ó, pedig gondoltam, hogy megmutatom, de azért majd lesz vele valami. Na jó, nyomjunk egy kis szerszámért. Tehát egy ilyen speciális. Egyszer égetett, tehát már rózsaszínű. Nem szürke, mint a vályok tégla, anyag, amivel felfalaszták a pincét. A kötőanyag pedig csodálatos agyagos homok. Bár nem szereti nagyon a nedvességet. Úgyhogy nekem most marad az az öröm, hogy ó, ezen most jól látszott, hogy mennyire finom a cucc. Hát ilyesmivel szórakozom mostanság. Kicseréljük ezt a falat betonra. Megpöcköli az ember. És meg is vette. Majd kihajtjuk az ablaknyíláson. Ből már szintül kiesett a felül. És oldalt. Valamikor kemény fotelet, alul semmi sem volt. Kihult az udvarra. Azt mondod, Moha? Igen, gazdi túl sokat dolgozik. Valóban, az balesetet okozhat. Mert dolgoz keveset, és nem érhet baleset. Régi inas iskolai szövegem. És milyen igaz volt? Csodálatos sárba van téve a falazat. Nem, megvan itten csinálva, jól betonból is, úgyhogy annyira nem rettegek, mert az a fal már elkészült. Na, hogy Isten összeroskod meg az egészet, azért nem fogom most szétkapni. Mohám, azért kidobhatom ezt a kis kotut, ruskót, macskot, és utána hagylak pihenni, ígéri a gazdi. Nagyon jó itt. Neki megy az ember, nagyon rosszul érzi magát. Azért figyel a lelkem, hogy fejét szemén ne szórjam meg, meg én is vigyelek rá. De hogy neked estér ez a cementes homok a kabátodba, ami mínusz 18 fokig nagyon jó hőszigetel, csak most szenvedést okoz kinn a plusz 45-be. Az mennyi cementes homokot fog tartalmazni? Nem tudom, de nem keveset. De ez a pincebuli. Így egész elviselhető. Most ilyen időben. Nem kell mondjam, hogy még jó, hogy ez a kamera nem rögzít illatanyagokat. Az volna az igazi. Jó. Olyan feromonjaim vannak. Őt nem zavarja, mert mások a preferenciái, mint a két lábúaknak. Tudja, hogy itt a gazdi is ténykedik valamit. Elég hülye persze, hogy ilyenkor a melegbe ténykedni kell. De hát valamikor meg kell csinálnia az izgalmaknak a kihajintását. Nagyon finom cuccok. Aztán nézni,
talán nézni. Nem annyira idegesítő, mint csinálni, de ebbe is megmelegszik az ember, persze. Na, szemben.